A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 14-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a zene kerül fókuszba, a népzenével, klasszikus zenével, operettel és ízig-vérig mai dallamokkal várom Önöket, emellett ellátogatunk egy kiállításra és egy portrébeszélgetésre is. Tartsanak velünk! A délszláv kultúra hagyományaiból kaphattak ízelítőt, akik ellátogattak a Szent István művelődési házba. A Szent István teremben a kólózenekar és a tököli délszláv nemzetiségi együttes lépett fel műsorával. Szívet melengető kulturális egyveleggel várta a népi kultúra barátait a székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat. A Szent István művelődési házban az elmúlt időszak történéseiből fotókiállítás nyílt, majd a kolózenekar, a tököli délszláv nemzetiségi együttes tánckara és férfi kórusa előadásában csodálhatta meg a szép számú közönség a szomszéd nemzetek egyedi népzenei néptáncos összeállítását. Szükségünk van egyfajta könnyedségre, egy kis vidámságra. Látva a körülöttünk lévő háborúkat, amely épp arról szól, hogy hogyan, miként tudnak nemzetek és nemzetiségek egymás ellen fordulni egyéb másokból kifolyólag, úgy gondolom, hogy igen nagy boldogság számunkra, hogy itt Magyarországon, a sok nemzetiségű Kárpát-medencében, itt ebben az országban nagyon-nagyon sokféle nemzetiség békében tud egymás mellett élni, és nagyon szépen és gazdagon tudják bemutatni a mindennapi, hétköznapi kultúrájukat, és ebbe beletartozik a népzene, a néptánc, az egyéb másfajta népi hagyományaik, akár a népművészet, akár az öltözködési kultúra is számtalanféle más dolog. A mai napon egy valóban egy könnyed szórakozásra, kikapcsolódásra várjuk az érdeklődőket. A tököli kólózenekar lesz a meghívott vendégünk, Halász László vezetésével, és Rodekné Blahó Márta tánckar segítségével. Régi hosszú idők óta meghívott vendégei igazából a horvát nemzetiségi önkormányzatnak ők ebbe az intézménybe, hiszen az elmúlt években számtalan alkalommal tartottunk nem csak bálokat, hanem havi rendszerességgel táncházakat is, és olyankor fontosnak tartottuk, hogy élő zenére, és természetesen tehát segítséggel, élő segítséggel tudjuk az ide látogatókat segíteni. Úgyhogy ők lesznek ma a vendégeink, és természetesen érkezett velük egy fantasztikus férfi kar, akik gyönyörű szép, valóban azt kell, hogy mondjam, hogy délszláv, tehát mind a horvát, mind a szerb, mind a szlovén dalokat be fogják nekünk mutatni, és ez érvényes a gyermekek alkotta tánckarra is. És majd látni fogják majd az ide látogatók is, természetesen a tévénézők is, akik esetleg nem tudnak ma itt lenni velünk, hogy milyen hihetetlenül gazdag népviselettel és milyen gyönyörű kiegészítőkkel fognak a színpadra lépni, mekkora lelkesedéssel, mekkora örömmel. Én bízom benne, hogy mindannyiuknak nagyon-nagyon sok örömet fogunk szerezni. A Koló Együttes 1976-ban alakult, létének célja elsősorban a magyarországi délszláv népek, a szerbek, a horvátok és a szlovének népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Az együttes emellett természetesen foglalkozik az anyaország, a volt Jugoszlávia népeinek zenéivel is. A bemutatón ebből a sokszínű népi kultúra gyöngyszemeiből láthatott összeállítást a közönség. A mai este a tököli délszláv együttesről szól, de hát nem róluk szól, hanem a közönségről szól, csak a fellépők a tököli délszláv együttes. Értem ez alatt a tököli tánckart, a felnőtt tánckart, utánpótlás szekciót, valamint a ránc férfi kórus és a kólózenekart. Tehát hármas szekció, tehát táncos, énekes, zenés műsor várható, mint egy 70-80 percben. Ilyenkor hogy készülnek, hiszen a horvát műsor mindig egészen különleges számunkra?
Igen, hát ugye mi rendszeresen próbálunk. Az együttes 55 éves múltra tekint vissza, egészen tavaly volt az együttes 55 éves, és az együttes arcpolitikája, hitvallása, ugye a magyarországi délszlávok, mivel tököli délszláv együttesről van szó, tehát a magyarországi délszlávok értelmez alatt a horvátok, szerbek, szlovének népzene, néptánc és kórus kincseit gyűjtötte, gyűjti, feldolgozza és színpadra állítja. Tehát a magyarországi horvátok ugye széles körben élnek Bácskában, Baranyában, Zalában, Muramen, Gradiscei, a nyugati horvátok, még a szerbek többnyire Pest megyében élnek, ez a kevés kicsi létszámban Baranyában, szlovének pedig, mint tudjuk, Szent Gotthárd környékén már igen-igen kicsi létszámban. Most együttes kezdetektől fogva ezeknek a nemzetiségeknek a táncaival, dalaival, zenével foglalkozik, de kitekintünk az anyaországokról, most már anyaországokról beszélünk, a Jugoszlávia szétesése után, tehát a anyaországoknak a szintén tánc népdal kincsére is, és onnan is lesznek szemelvények, mindig is vannak a műsorban szemelvények az anyaországbeli folklorról is. Tehát ez együttesnek a hitvallása, és mai műsorban is egy vegyes műsor lesz benne horvát, rengeteg horvát műsorszám lesz úgy táncban, mint dalban, a Rász férfi kórus interpretálásában, illetve a kólozenekar, és akkor lesz persze egy kis makedon ízelítőként, lesz benne szerb, hát szlovén most kivételesen nem lesz. Az est megerősítette a Valaha volt, ma is él, a folklor pedig a maga sajátos eszközelével jó kedvet sugároz, és segít az együttélés nehéz pillanataiban is. Ismét Székesfehérváron csodálhattuk meg Hegedűs Kettő László alkotásait, Tutu a kiváló vizuális művész tárlatának az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont. Új tárlat megnyitójára várta a közönséget a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az Öreghegyi Közösségi Házban. Az Eltűnt expozíciós idő nyomában című kiállításon Hegedűs Kettő László, Munkácsi és Balázs Béla díjas vizuális művész alkotásait tekintették meg a képzőművészet barátai. Két története van a kiállított anyagnak, az egyik a családi fotóalbum, amit tulajdonképpen a sétáim során az Ócska piacon találtam meg. Aztán gondolkodtam, hogy megvegyem, ne vegyem, aztán végül is úgy döntöttem, hogy egy olyan anyag van benne, amit esetleg később használhatok. Hát ez valóra is vált, mivel készült belőle nem is tudom hány darab képsorozat, aminek szintén van egy főszereplője, egy lány a családból. A kiállítási teret betöltő periodikus képek egy talált családi fotóalbum képeinek transformálásával egy ismeretlen személy, ismeretlen élettörténetének nyomait mutatják be, a múlt, az eltűnt idő vizuális feldolgozását tárva elénk. A fotók nem olyan formában jelennek meg, mint ahogy megszoktuk, pláne egy családi albumban. Ezeket átalakítottam, úgyhogy csak a főszereplő a családtagból egy lány, akinek a történetét csak én pedig, majd, hogy mondjam, szakaszosan láthatjuk 1949-től 89-ig. Aztán ott egyszer megszakad a történet, mert a fotóalbumban nem volt több kép, csak az üres sarkok jelzik, hogy valami történhetett, de hát ezt majd a nézőkre bízom, hogy hogyan fejezik be. A tárlat, amelynek középpontjában Hegedűs Kettő László képköltészete egy nő élettörténetét mutatja be, gyerekkorától érett felnőtt koráig. Csanádi Bognár Szilvia, művészettörténész esztéta ajánlotta a közönség figyelmébe. Hegedűs Kettő László munkásságában a régi tárgyak újraértelmezése, az egy bevett gyakorlat, és ennek az albumnak noha tényleg régi, azt gondolom, hogy mégis nagyon nagy az aktualitása. Lévén, hogy eszméletlen mennyiségű kép készül rólunk videók formájában is, fotók formájában is, mindenféle bejegyzéssel nyomot hagyunk magunkról, nem beszélve arról, hogy milyen túl dokumentált az életünk, akár egészségügyi, akár bankos, akár az élet bármelyik területén.
És mégis azt lehet mondani, hogy ezek alapján nehezen állítható össze egy emberi életnek a története. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kiállításnak az alapmotívuma az, hogy vizsgálja, hogy a dokumentumok alapján mit hagyunk magunkról. Hogyan állítható össze egy élettörténet, milyen értelmezési lehetőségei vannak, és pontosan ennek a bizonytalanságaira világít rá. Az alkotások lírai érzékenységgel követik azt a technikát, amit az elbeszélő irodalom klasszikusa a kiállítás címével megidézett Marcel Proust is alkalmazott az Eltűnt idő nyomában című regényében. Hangok, színek, illatok, érzelmek vizuális illesztésével kelnek életre a régvolt pillanatai. Nem tudjuk, hogy mi az eredendő, ez a döbbenet, és az a bölcsesség Hegedűs II munkáinak nyomán, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi volt az eredeti történet. Gyakorlatilag a nézőre van bízva, hogy mit hámoz ki belőle. Az, amit a művész hozzátesz, az sem egy olyan értelmezés, ami egy egyszálú történetet mutatna be, ahol a szereplőnek az élete értékelve lenne. A tárlat november 4-éig látogatható a ház nyitva tartási idejében. Bokros Judit moderálásával ismét bemutatkozhatott az Aranybulla könyvtárban városunk kulturális életének két meghatározó személyisége. Az aranyat érő beszélgetések vendége ezúttal Majoros Andor és Majoros Róbert volt. Folytatódott az Aranybulla könyvtár aranyat érő beszélgetések kulturális portrébeszélgetés sorozata. A találkozón Bokros Judit Penna régiadíjas újságíró a műsor házigazdájának vendégeként egy ismert és szerte hazánkban elismert és szeretett székesfehérvári testvérpár, Majoros Andor és Majoros Róbert, a népi kultúra, a néptánc jelenkori kortárs támaszainak közös alkotói, testvéri, munkatársi létét ismerhették meg a vendégek. Ők a néptánc területén nagyon-nagyon ismertek itt Székesfehérváron, hiszen évtizedek óta táncolnak az Alba Régia táncegyüttesben, illetve már nem feltétlen csak táncolnak, vagy nem táncolnak, de hanem mellette egyéb fontos feladatuk van az együttes körül, úgyhogy ezért is gondoltuk évelején, hogy meghívjuk őket, mivel ugye párokat, testvérpárokat, családtagokat, házaspárokat is meghívunk idén, és hát különösen aktuálisra teszi az ő szereplésüket az, hogy nemrég Csokonai díjat kaptak augusztusban, és jövőre pedig 75 éves lesz a táncegyüttes, úgyhogy erről is kérdezem majd őket. Fehérvár napfivéreinek idősebbike, Majoros Andor, meg annyi közös emlékkel a töpörtyüléttől a nagykorúság kivételes kihívásainak megélését is megosztotta velünk. Így megtudhattuk, milyen az, mikor a tehetség, az elkötelezettség, a szorgalom és a testvéri szeretet napról napra a legfőbb mozgatórugója létünknek. A lányok lennénk, akkor holdnővérek lennénk, de mindig szeretjük azokat a megjelenéseket, külön-külön is, de így együtt tényleg teljes a kép, amikor egy kicsit kötetlenebbül lehet beszélni nem csak a szakmánkról, hanem mint emberekről, mint testvérekről, és ez ritkaság számba megy, hogy az embernek a szerette, a testvére, családtagja, egyrészt a munkatársa, másrészt a barátja, és ez egy nagyon jó párosítás esetünkben. Az eleve elrendelés misztikuma épp úgy tetten érhető Majoros Róbert életében is, hiszen a teljes család egyként tett hitet a táncművészet valamennyi bugyrát megjárva a gondolat mellett, amely mindenkor megerősít. Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz, és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Volt már ilyen beszélgetésünk, szerintem egy-kettő, úgyhogy az emlékeim szerint nagyon jól sikerültek, mert igazából arról beszéltünk, ami tényleg velünk történt így a 30-40-50 év alatt, és azon kívül tényleg, hogy testvérek vagyunk, munkatársi viszonyban is azért már jó régen vagyunk, úgyhogy tényleg nagyon sok közös élményünk meg, történetünk van, úgyhogy szerintem egy jó hangulatú beszélgetés lesz, remélem ez is. A cseppet sem mértéktartó, ugyanakkor őszinte, izgalmas és tartalmas diskurzusban közelebb kerülhettünk Andor és Robi mindennapi életéhez, ünnepeikhez. Így a zsúfolásig megtelt könyvtár vendégei megismerhettek két csupa nagybetűs embert, akiknek története bizonyosan megerősíti hitüket, hogy a szeretet és a közös alkotómunka eleve elrendelés.
Az 56-os forradalom hőseire emlékeztek az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangversenyén, a Magyar Hősök koncerten Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Kodály Zoltán műveit hallgathatta meg a közönség Hamar Zsolt dirigálásával. Magyar Hősök címmel az 1956-os forradalom utóestéjén megrendezett nagyzenekari hangversenyén a magyar zenetörténet mestereinek műveiből válogatott programmal lépett közönség elé az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az ünnepi est karmestere Hamar Zsolt Liszt díjas érdemes művész hangsúlyozta, az elmúlt időszakban Beethoven Egmont nyitánya volt az a dallam, amely meghatározta a nemzeti ünnepünket, mára azonban ez változott. Október 23-a azon ünnepeink egyike, amelyik nagyon erősen kötődik bizonyos dallamokhoz, hiszen tudva levő, hogy azokban a borzalmas, de egyszeres, mint azokban a gyönyörű napokban az akkori rádió Beethoven Egmont nyitányát játszotta állandóan egy folytában, úgyhogy nekünk egyébként magyaroknak a Beethoven Egmont nyitány eltéphetetlenül ehhez az ünnephez kötődik. Ennek ellenére mi ezt most nem fogjuk játszani ezen a koncerten, mert azt gondoltuk, hogy talán még méltóbb az ünnephez, hogyha hát magyar szerzőktől játszunk, úgyhogy játszunk majd Erkeltől, Liszttől és természetesen Kodálytól. Nagyon fontos a próba folyamat. Miként élik meg a zenekar tagjai, hogy újra együtt dolgozhatnak önnel az elmúlt esztendő után, illetve hogy haladnak? Hogy a zenekar hogyan éli meg, hogy én újra itt állok előttük, azt nem tudom, talán őket kéne megkérdezni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. Fehérvár amúgy is nekünk ilyen félig meddig otthonunknak számít. Nekünk a gárdon van egy kis házikunk, úgyhogy mi nagyon sok időt töltünk ott, és nagyon gyakran átjövünk ide Fehérvárra. Ez egy kiváló együttes, és nagyon-nagyon érdekes látni, hogy ez az együttes hogyan akar minden pillanatban egy kicsit jobbá válni, mint az előttiben volt. Tehát itt egy nagyon erős fejlődés érezhető, sőt hallható, és ebben a fejlődés történetben bármilyen kis mértékben is részt venni, az rendkívül izgalmas feladat. Tehát tulajdonképpen otthonról hazajött, és mi is azt tapasztaljuk, hogy az új vezetés, illetve hát nyilvánvaló, hogy Dobszai Péter és Ruf Tamás jelenléte is sokat számít. Ugye Dobszai Péterhez azért különös baráti szálak fűzik, mármint a nagyapja okán is. Hát több okból is. Természetesen Dobszai tanár úr egyike azon fantasztikus entitásoknak, akik nekem elkényeztetett az élet, mert apám helyett apámnak tekinthettem őt. De Péterrel is egy különös kapcsolatunk van. Ő egészen ifjú, még szinte pályakezdő sem volt, amikor ő odajött hozzám, hogy ő karmester akar lenni, és hogy ő tanulni akar tőlem, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és hát egészen kiváló karmester lett, úgyhogy most már inkább csak ilyen, nem tudom, irigység van bennem. Megtapasztaltuk mi klasszikus zenebarátok, hogy átalakult a szimfonikus zenekari Székesfehérváron is. Ezek nagyon fontos pillanatok voltak Ruf Tamással, Dobszai Péterrel, Dobré Danival, Szabó Balázssal együtt, én azt gondolom Bújtor Balázs és Ilosvai Csenge is az élvonalat képviseli hegedű művészként. Milyen ez a zenekar, miként látja, hogyan lehet még egy szintet lépni? Ó, hát ez egy hosszú téma. Azt gondolom, hogy a következő nagy stáció az, hogy olyan módon váljon állandóvá az együttes, hogy annak tagjai többé-kevésbé ítéljenek. Tehát ne legyen vagy alig ingázás. Ez egy fontos következő lépés lehetne, azt gondolom, mert egy zenekar tulajdonképpen nem feltétlenül csak attól zene... Egyrészt egy zenekar az nem sok kiváló zenész
egy időben egy helyen, hanem az egy állandóság, ahol az, hogy a délelőtti próba után ők még együtt vannak, együtt kamaráznak, de akár csak együtt ebédelnek, délutánonként együtt csinálnak programot, ez mind-mind alkotó eleme annak, hogy ez valódi zenekarrá váljon, és nem pedig sok kiváló zenész egyszerre egy időben egy helyen. Tehát ez lesz azt gondolom a következő lépés, és hogyha lehetek ilyen szemtelen, hogy valami fajta nem is tudom, üzenetet fogalmazhatok meg a város kiváló polgármesterének, akkor talán azt merném polgármester úrnak javasolni, hogy ez legyen a következő lépés. Ezt a sok fantasztikus muzsikust ide kéne kötni. És ennek számos technikája van egyébként. Az biztos, hogy óriási dobna ezen az építő munkán, ami itt elindult. Az idei ünnepen az első részben két lisztmű, a Le Prelude szimfonikus költemény és az Ádor zongora verseny, majd Erkel Ferenc reprezentatív ünnepi nyitánya és Kodály Zoltán nagyívű zenekari variáció sorozata csendült fel, amelyben a felszállott a páva kezdetű régi magyar népdalt dolgozta fel. A Vörösmarty Színház művészei szabadtéri koncerttel köszöntötték a Magyar Operett napját. Az ünnepi eseményen Kis Diana Magdolna, Váradi Eszter Sára és Keller János tolmácsolásával idézték meg a legendás operett szerzők műveit. Bagó Bertalan a teátrum rendezőjének köszöntője után Kálmán Imre születésnapján és Huszka Jenő halálának évfordulóján egy ízig-vérig magyar műfaj a Magyar Operett napja alkalmából különleges ajándékműsorral várták a Vörösmarty Színház művészei a közönséget. Az ötletgazda a műfaj kiválósága Keller János mellett Váradi Eszter Sára és Kis Diana Magdolna tolmácsolta az örökbecsű klasszikusokat. Azt tapasztalom, itt most már hosszú-hosszú évek óta a Vörösmarty Színház tagja vagyok, és azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy a férveli közönség is nagyon szereti az operettet, a zenés játékokat, és innen is jött az ötlet, hogy akkor ünnepeljük meg a Magyar Operett napját. Tavaly egyedül léptem fel ezen a műsoron, és az idén arra gondoltam, hogy felkérem két kiváló művésznő kolléganőmet, Váradi Eszter Sárát és Kis Diana Magdolnát, hogy az idén már hárman köszöntsük a Magyar Operett napját, és hát bízom abban, hogy bár odakint egy kicsit zord az idő, éppen csepereg az eső, de bízom abban, hogy sokan ünnepeljük ma együtt itt Fehérváron majd ezt a műfajt. Bizonyos vagyok benne, ugyanakkor a kérdés, hogy miként találtál rá az operettre, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy sok más szereped mellett a zenés színház és az operett is a tiéd, ha úgy tetszik. Abban a szerencsében volt részem fiatal színész növendékként, hogy dolgozhattam Rátonyi Róberttel. Én ott ismerkedtem meg ezzel a műfajjal, és amikor összeszerződtem a Vörösmarty Színházba, az első főszerepem az a Mágnes Miska című operettben Baracs mérnök Bon Vivant szerepe volt. És aztán szerencsére nem csak Bon Vivant szerepeket játszottam itt Fehérváron, hanem táncos komikus szerepeket is, úgyhogy kipróbáltam két szerepkört is, és annyira a szívemhez nőtt, hogy én szeretném ápolni és fenntartani ezt a műfajt, ameddig csak lehet, hiszen ha jól tudom, akkor az egyetlen színházi műfaj, ami megkapta a Hungarikum minősítést. Váradi Eszter Sára számára is mindennapi csodát jelent a műfaj, ajándék önmagának és a közönségnek egyaránt. Azt gondolom, hogy ebben az országban, de talán a határokon kívül is, szól, azt gondolom, hogy ez egy annyira miénk ez a műfaj, úgyhogy szerintem nincs olyan magyar ember, akinek az operettnek a ritmusaira ne dobbanna a szíve, meg ne kezdene járni a lába. Ezek az operett szerzők, ezek valamilyen
egészen elképesztő képességgel írták ezeket a darabokat. A legnagyobbak ugye Kálmán Imre, Lehár Ferenc, ezek olyan Huszka Jenő, de tényleg nem is akarnék kihagyni senkit, hogy olyan patika mérlegen tudták összeállítani a darabokat, hogy tulajdonképpen az ember úgy van vezetve a zene és a történet által, hogy egy ilyen nagy hullámvasútra ül föl az érzelmek vizein, hogy egy ilyen képzavarra éljek, de hogy te tényleg hol megnevetted, hol megrígat, hol tényleg megszorítja az ember szívét, hol nagyon felhőtlen boldogságot érzünk, amikor ha egy jó operett előadást látunk. Úgyhogy, de a szerzők azok zseniálisan írták ezeket a darabokat. Úgyhogy én nekem nagyon közel áll a szívemhez. És hát én nagyon sok sikert köszönhetek ennek a műfajnak, úgyhogy ez pedig egy teljesen személyes dolog, igen. Kis Diana Magdolna, aki szintén elkötelezett híve az operettnek, az érzelem gazdag történeteknek, a semmi máshoz nem hasonlítható zenének, amely szerte a Kárpát-medencében felcsendült ezen a napon. Nekem az operett a szívem csücske, abból is írtam a szakdolgozatomat. Az első szerepálmom gyermekkoromban Verecki Szilvia szerepe volt a Csárdás királynőből, és már teljesült is a szerepálmom, mert ez volt egyetem után az első főszerep, amit eljátszhattam és elénekelhettem. Nekem az operett az az eszenciája a színművészetnek, mert jól kell táncolni, jól kell énekelni, és jól kell beszélni, és jól kell érezni. A műfaj ünnepén nem lehetett kétséges, hogy a közönség mosolyogva, énekelve, ünnepelve fogadta az ajándékot, hiszen a Csárdás királynő, a Csókosasszony, a Marica grófnő és a Mágnás Miska dallamai ezen a napon is mindenkié voltak. Rendhagyó kulturális este mutatkozott be a fehérvári közönségnek két kiváló művész, az Öreghegyi Közösségi Ház vendégei Jónás Vera és Závada Péter voltak. A ház mögött a domb. A domb oldalban szőlő. A szőlő mögött a napok felparcellázva. Aztán a gyümölcsös és végül az erdő. Az erdő szélén cseresznyefa. Két külön világ számos találkozási ponttal egy különleges kulturális estre invitálta a közönséget a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ az Öreghegyi Közösségi Házba pénteken. Závada Péter a kortárs irodalom kivételes pályát befutott szerzője és Jónás Vera énekes dalszerző, a személyes hangvételű könnyűzene karizmatikus előadója felejthetetlen estével ajándékozta meg a kultúra barátait. Nagyon régóta Verának nagy rajongója vagyok, és konkrétan azt hiszem egyszer oda mentem hozzá egy koncert után. Megvettem CD-it, és valahogy elkezdtünk beszélgetni. Nem tudom, hogy volt ez, de emlékszel Vera, hogy honnan jött ez az egész? Hát így egymásra kattantunk. Én azt tudom, egy kicsit be vagyok rekedve, úgyhogy inkább Peti fog beszélni. De igen, tehát hogy egy ilyen elég ésigeri találkozás volt, és abból szakmai és baráti mélyülések jöttek, és így vagyunk már évek óta. A járda szelíd ívén az évszakhoz képest magányos hósáv ritkul. A levegő szokatlan tömörsége ellenáll, neki feszül mozgásunknak. A rendhagyó esten a dalok és a versek mellett érdekfeszítő gondolatokkal is szembesülhettek a nézők. Závada Péter pedig a maga egyedi stílusú világába is elkalauzolta a közönségét. Verával egyébként nem lépünk fel nagyon gyakran, hanem mindig hagyunk időt arra, hogy
dolgok történjenek velünk, és akkor azokat egy részét átbeszéljük az idevezető úton, a másik részét pedig sublimáljuk az előadásban magában, és abban törnek felszínre azok a dolgok, amik történtek velünk. Akár abban, hogy én milyen szöveget választok, vagy mit írtam azóta, amióta nem találkoztunk vele, most egyébként Berlinben él, tehát van egy ilyen távolság is ebben, és akár abban, hogy milyen típusú lesz maga az előadás, mert nem mindig ugyanolyan. Tehát, hogy pont azért, hogy ez egy improvizatív este, ezért mi se tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de mivel, hogy mögöttem is van 20 év zenélés, a Vera mögött természetesen kevesebb, mert ő sokkal fiatalabb nálam, de hogy van mögötte is tapasztalat, és ilyen értelemben egymásra tudunk hagyatkozni. Tehát nem félünk attól, hogy ne találnánk meg a közös hangot. Just a girl inside of her, finding out what freedom's like, telling you all of yourself, gazing at the morning light, the morning light. Oh, I where was I? Jónással megerősítette, fontos számára, hogy remekül kiegészítik egymást a színpadon, miközben erősítik egymás mondani valóját is, legyen szó a mindennapok aktualitásairól, ünnepi pillanatokról vagy művészetről. Mi jók vagyunk együtt, egyébként még a véletlenségről nekem még az is eszembe jutott, hogy mi nagyon sokat építünk a véletlenre, és például az, hogy én ma be vagyok így rekedve. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy lamentáltunk, hogy most így lemondjuk, vagy nem mondjuk, és ha valami, akkor ez a duett, amit mi csinálunk, ugye rengeteg improvizáció van benne, ez pont egy ilyen játszótérre még inkább kitolja ezt a produkciót, hogy így lesz, ami lesz. Meglátjuk, hogy hova improvizáljuk magunkat a ma este folyamán. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint szembesülni azzal, hogy a felgyorsult világban lehet egy kicsit másként gondolkodni önmagunkért, a közösségért, létünkért. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.